Szevasztok, srácok! Ahogy látjátok itt mellettem, a mai alkalommal ismét egy Star Wars-os készletet készítettem be nektek, mégpedig az egészen frissen megjelent Razor Crest készlettel fogunk megismerkedni, ami hát a méltán népszerű Mandalorian sorozatban a főszereplőnknek az űrhajója. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre, akkor mindenféleképpen tartsatok velem! Szóval a dobozunkon találkozunk a szokásos feliratainkkal, Lego, Star Wars, 10 pluszos a készlet, 75292-es, The Razor Crest és 1023 darabról van szó, és a másik oldalon pedig láthatjuk Mendónak a minifigura verzióját, szerintem ez egy minifigura verzió ott fönt a sarokban. Az egész dobozunkon hát nagyjából megnézhetjük, hogy hogyan is fog kinézni ez az űrhajó, és egy bolygót is láthatunk alatta. Alul pedig találkozunk a minifigura felhozatallal, de előtte még ugye találkozunk a Mandaloriannek a logójával, mellette található a Baby Yodánk, akit The Child néven illetnek, de hát senki nem hívja úgy, mivel ő Baby Yoda. Mandalorian Mandónk, itt van Greef Karga, IG-11 és egy Scout Trooperünk is van ebben a csomagban, amit igazából egy kicsit tájidegennek érzek ebben a készletben, de mindenféleképpen egy egész jó kiegészítő. A másik oldalon pedig megnézhetjük a játék funkciókat. Egyértelműen ez egy játékra tervezett darab, attól függetlenül, hogy hát viszonylag azért nagy darabszámmal rendelkezik, azért ez inkább hát játékra tervezett, nem kiállításra, ettől függetlenül szerintem a kiállíthatóság szempontjából is hát egész jól fog működni, pláne azért, hogy hát nincsen másik Razor Crest, amit ki tudnánk állítani, úgyhogy hát ezzel kell pótolnunk a kiállítási vágyainkat. Láthatjátok itt a fönti sarokban, hogy található benne néhány rugós kilövő, itt bemutatja azt, hogy hogyan és milyen irányban lehet kinyitogatni az ajtaját, és persze különböző belső képeket is kapunk erről az űrhajóról. Nézzük is meg, hogy hány zacskóval találkozunk. Egyébként a dobozunkon található ez a kis logó, Secret Code to Unlock the Ship, szóval ebben nem vagyok biztos, hogy most ez a Secret Code, ez most benne lesz a dobozban, vagy a videójátékon belül kell valamit csinálni, de ez meg mindenféleképpen kiderül, amint megnézzük. Összesen 9 darab számozott zacskóval találkozunk, egy teljesen új pilótafülkerészt, amin hál' Isten print található, úgyhogy köszönjük szépen Lego, ezt nem nekünk kell rá szerencsétlenkednünk. Szerintem nektek is volt már elég sokszor gondotok azzal, hogy hát ilyen felületre kellett föl szerencsétlenkedni a matricát, hál' Isten így nem lesz fel, de mivel szépen rá van printelve. Ettől függetlenül azért kapunk egy egészen nagy matricaívet, viszont ezek szerintem mindenféleképpen egy egész jó kiegészítői lesznek a készletnek, bárhogyha már ekkora nagy, bazi nagy matricákat kell ráragasztanunk, akkor azt már simán ráprintelhették volna, de ez egy játszós készlet, úgyhogy itt most nem fogok nyavajogni. Összesen 246 oldalunk van a kibontakozásra. Az összerakási útmutatónk elején hát nem találkozunk semmilyen háttérinfóval, de igazából ez egy játszós készlet, ezeknél nem is nagyon szokott hát benne lenni, viszont a hátoldalán találkozunk némi reklámmal. Először is ugye itt van az a videójáték, amit reklámozott a dobozunkon is, és igen, itt van az a kód, amit a játékon belül be kell írni. Most ezzel nem vagyok tisztában, hogy ez egy ilyen egyedi kód, vagy mindenkinek ugyanazt kell beírni. Hogyha valaki szeretné ezt a kódot, akkor tessék, itt van. Használhatjátok, én úgyse fogok játszani azzal a játékkal. A másik oldalon van a minifigura felhozatalunk, és a következő oldalakon pedig találkozunk a 2020-ban megjelent készletekkel. Úgyhogy srácok, nincs is más hátra, elkezdem az építkezést, utána pedig megnézzük egy kicsit közelebbről.
Nos, srácok, amint látjátok, kész is lettem ezzel az alkotással, és meg kell mondjam az őszintén, először, amikor ugye találkoztam ezzel a készlettel, és miután megláttam az árát, azért egy kicsit meglepődtem, hogy hát egy kicsit több mint 1000 darab, és hogy miért is kerül ez ennyibe. Na most, miután összeépítettem, hát nem azt mondom, hogy megértem, de legalábbis át tudom érezni a LEGO oldalát, mivel ezek az alkatrészek nem pici alkatrészek, kb. A 70-80%-a hát nagyobb elemekből van összeépítve, úgyhogy szerintem ez az árán is azért is látszódik meg jobban, meg hát természetesen a Star Wars licenc díj, az ismét rajta van. Összesen 4 darab minifigurával találkozunk ebben a készletben, vagyis igazából jobban mondom, 4,5-le, mert ugye végre ebben a készletben bemutatkozott ez a pici Baby Yoda figuránk, ami hát a The Child néven fut hivatalosan. Ezzel a kis torzóval és lábkombinációval találkozhatunk már elég sokszor, mert ugye a LEGO baby vagy baba figuráknak hát ez az alapja. Viszont ebben az esetben megkapta ezt a zöld kezeket, és természetesen Baby Yodánk fejét, ami gyakorlatilag ugyanabból az anyagból van, mint a sima Yodák feje is, ez a gumiszerű anyag. Még látjátok a füle is, vagy nem tudom mennyire látszódik a bírólokon, remélem majd föl tudom menni normálisan. A fülei azért eléggé ruganyosak, tehát azért érződik rajta, hogy ez nem az a tipikus LEGO minifigura fej. Aztán itt van ugye a fő karakterünk maga Mando, és hát ugye őszintén szólva, én egy kicsit csalódott vagyok ezzel a figurával kapcsolatban, mert ugye hát egy évvel ezelőtt, kicsivel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, amikor kijött a legelső Mandalorian sorozathoz kapcsolódó készlet, abban ugyanezzel a figurával találkoztunk, és nyilván azóta, hát mikor már elkezdték ezt a készletet gyártani vagy tervezni, akkor még nem tudták, hogy hogyan fog kinézni az eredeti főhősünknek az arca, de akkor is nem árt, hogy már megint csak ez a fekete, sima egyszerű blank fej van benne, simán odarakhattak volna egy normális fejet arccal is. Attól függetlenül is, hogy nem hasonlított volna Pedro Pascalra, azt szerintem ez egy jó megoldás lett volna. És hát nagy hiányérzet az, hogy nem kapta meg a minifigura azt az ikonikus Beskar armort, ezt a Beskar páncélzatot, hanem ugyanaz, mint a sorozatnak az első 2-3 részében, amikor még ugye nem szerezte meg a karakterünk, a kezében ott van ugyanaz a nagy fegyve. Attól függetlenül a minifigura tök jól néz ki, de én azért elnéztem volna, hogy hát ebben a készletben azért bemutatkozik a Beskar armoros Mandónk. A másik figuránk IG-11, aki viszonylag jól néz ki, megkapta ugyanazokat az alapokat, mint az összes többi harci droid, tehát a kezei, a lábai és a torzója ugyanaz, mint az összes droidnak, csak ebben az esetben ő kapott egy teljesen egyedi printelésű fejet, mert ahogy látjátok, hogy a fejének a felső részét, ugye ezt két elemből kellett összerakni, azon egy egyedi printelt elem van, és neki 2 darab fegyvere van, van egy rövidebb csövű és egy hosszabb csövű a hátára rá erősítve. Sajnos nem tudja azokat a mozdulatokat megcsinálni, mint a sorozatban, nem tud körbe tekeredni teljes mértékben, mivel hát ez ugyanaz az alap, mint az összes többi droidunknál, úgyhogy ilyen különleges képessége LEGO verzióban sajnos nincsen. Viszont ha már hiányoltam az egyedi minifigurákat ebben a készletben, akkor végre elérkeztünk ehhez a kis Grief Karga figurához, aki gyűjti a figurákat, mindenféleképpen szerezze be, hiszen ezzel a torzóval még egyáltalán nem találkoztunk, ugyanúgy, mint az arcának a reakcióival sem. Először is kapunk egy mosolygós fejszerkezetet és egy eléggé mogorva bajszosat, ami szerintem egész jól jellemzi a karakterét ennek a kis figurának, és a kezében pedig ott van 2 darab kicsi pisztoly. És végül, de nem utolsó sorban elérkezünk a Scout Trooper figuránkhoz, amit, ahogy mondtam is a videó elején nektek, annyira nem értem, hogy mit keres ebben a készletben. Nyilván én is emlékszek arra a részre a sorozatban, amikor megpróbáltak ők célba lövöldözni, és hát nem igazán jött nekik össze, de ennyi erővel simán egy másik, akármilyen troopert is be lehetett volna rakni ebben a készletben. Ettől függetlenül ez a kis minifigura eléggé a kedvenceim közé tartozik, főleg ez a sisakja szerintem baromi jól néz ki még mindig, és a kezében ott található ez a kis pisztoly. És miután megnéztük a minifiguráinkat, szerintem éppen ideje, hogy megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a Razor Crest egy kicsit közelebbről. Először is szerintem egyből látszódik nagyon jó rajta, hogy hát itt a méretekkel nem aprózott el a LEGO, sajnálatos módon a dobozunkra egyáltalán nincs föltüntetve, hogy mekkora méretekkel rendelkezik, de nagy valószínűséggel én most kiírtam nektek oda minden jelentős adatot erről a gépről, és hát még az egy dolog, hogy mennyire hosszú, de így azért egész szépen látszódik az, hogy mennyire vaskos is ez az egész szerkezet. Szerintem tök jól elkapták a
sorozatbéli megjelenését, mert ott is azért elég ilyen vaskos űrhajónak van megjelenítve. Nyilván, hogy sokkal krómozottabb a színe, amit Legóiknál nem igazán lehet megoldani. Ettől függetlenül szerintem ez a tipikus, hát a szürke különböző árnyalataival megjelenített űrhajó egész jól el lett találva a Legóék által. Természetesen a készletünkben van jó néhány matrica is, amit itt ugye itt az oldalán és az első részén találtok meg. Szerintem mindenféleképpen ad hozzá, nyilván sokkal jobban örültem volna, hogyha rá van printelve, de szerintem ezt már nem kell elmondani nektek. Viszont azért találkozunk jó néhány printeltelemmel is ebben a készletben. Először is hát egyértelműen a legnagyobb maga a pilótafülkénknek a pilótafülke része, ezt már megint jól megszóltam. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy ezt printeloldották meg, és hál' Isten nem nekem kellett rá szerencsétlenkedni, mert akkor hát nem nézett volna ki ilyen jól, azt tuti. Na nézzük is meg, hogy milyen játékfunkciókkal rendelkezik ez a készlet. Egyértelműen játékra lett tervezve, ez abból is látszódik, hogy hát egész könnyen föl lehet kapni, és hát elég stabil, tehát ezzel azért lehet játszani rendesen, viszont azért kiállítási darabnak sem rossz, pláne azért, mivel hát még nincs is másmilyen LEGO verziója a Razor Crestünknek, de mondom, ettől függetlenül kiállítási darabként is, mert ugye én általában csak azt a szempontot szoktam nézni, szerintem 100%-ig megfelel. Viszont, hogyha már játékfunkcióknál tartunk, akkor először nézzük is meg szerintem a fő játékfunkciót, ami egyértelműen az, hogy itt az elején található 2 darab rugós kilövő, itt a tetején van 2 darab ilyen bordázott felület, ezt kell lenyomni, és akkor már el is száll mind a 2 pöcök, ami szerintem egész jól funkcionál, és még a tetejére, hogy ugye ez egy egész jó játékfunkció, egész szépen el is van rejtve, úgyhogy a kiállíthatóság szempontjából szerintem annyira nem is zavar be. Természetesen még találkozunk matricával a készletben, itt a 2 hajtóművön találkozhatunk a 2 legnagyobbal, amit hál' Isten egész könnyű volt felragasztani, úgyhogy igazából ezzel semmi problémám nem volt, és azért sokat is ad a készletünkhöz, viszont itt a hátuljára azért fölhívnám a figyelmeteket a hajtóművünknek, mert azok ilyen kosárelemekből lettek megoldva, csak ugye nem azzal a tipikus barna színnel jönnek, hanem feketével, úgyhogy szerintem egész jól teszik is a dolgukat ebben a készletben. És ha már játékfunkciókról beszéltem, akkor mindenféleképpen érdemes azt is megemlíteni, hogy természetesen a hátsó rámpánkat is egész könnyedén le lehet hajtani, és ahogy bele is néztek oda, ott láthatjátok is, hogy egész nagy helyünk van a mi figuráinknak, viszont itt ezzel még nem ért véget az egész, mivel hát gyakorlatilag a teljes oldal panelt le lehet hajtani, és itt nem csak az oldalára értem, hanem még itt az oldalán lévő gépfegyvereknek a részét is lebírjuk hajtani teljes egészében, és hát így gyakorlatilag keresztül tudunk nézni a gépünkön. Szerintem ez mindenféleképpen egy egész zseniális megoldás volt Legóéktól, mert azért itt sokkal könnyebben odaférünk, és még a tetejére, hát szerintem még így extrán jól is néz ki a gép. És ha már lehajtottuk ezeket az oldalidomokat, akkor azért itt még láthatunk egész jó részleteket is. Először is a jobb oldalán található Mendónak az ágya, ami mögött található néhány extra printeltelem, ilyen különböző kiegészítők a géphez. Viszont, hogy átnéztek a másik oldalra, akkor láthatjátok, hogy egy kicsit máshogy lett megoldva az az oldala, mivel oda ilyen kis tároló rekeszek vannak, ahova föl tudjuk pattintani a kimaradt lövedékeinket, ami mindenféleképpen egy egész jó megoldás, nem kell máshol pakolgatni ezeket, hanem szépen a gépünkben el tudjuk raktározni, és mindig kéznél van, hogyha valamit le akarunk lőni. Viszont ezen kívül van még jó néhány mozgatható funkció is, először ugye a pilóta fülkénket, hát sajnálatos módon szerintem ez egy kicsit bénás sikerült, hogy nem fölhajtani tudjuk, hanem így ki tudjuk emelni egy az egyben, ami alatt egyből meg is láthatjátok a belteret, ahol van 2 darab minifigurának hely, és még egy kis printelt monitort is kapunk, ide simán be tudjátok ültetni a figurákat, és ott már el is tudnak helyezkedni egész kényelmesen. De szerintem ez a megoldás csak azért sikerült így, vagy azért születhetett meg így, mivel itt van egy extra ilyen kis titkos rekesz, hogyha ezt az oldalát így fölemelitek, akkor láthatjátok, hogy van ott 2 darab tároló egység, amire Mendónak a fegyvereit tudjátok pakolni, visszahajtjátok rá, visszateszitek azt az egész pilótafülkét, és akkor már kész is a repülésre. Mivel Mendó egy fejvadász, ezért kapunk néhány rabot is, mivel, hát ahogy tudjátok a sorozatból, ő karbonitba fagyasztotta az elkapandó embereket, amit itt is ugyanúgy meg tudunk csodálni, mivel a LEGO ezeket is megalkotta, vagy legalábbis 2 belőle, és ahogy látjátok, ezt matricával oldotta meg a LEGO, szerintem mindenféleképpen egy egész jó részlet és egy tök jó kiegészítője ennek a készletnek. És ha azt hittétek, hogy nincsen több játékfunkció ebben a készletben, akkor nagyot tévedtetek, még van egy extra menekülő kis pod a gépünk tetején, ezt nagyon egyszerűen csak így ki lehet emelni, mivel igazából nem csatlakozik semmihez, csak leveszitek a tetejét,
beleraktok egy minifigurát, visszateszitek rá a tetejét, és akkor már igazából kész is van. A menekülésre el tud menekülni a süllyedő hajóról. Összességében, srácok, ez a készlet baromi jól sikerült. Hogyha szeretitek a sorozatot, akkor szerintem mindenféleképpen egy beszerzendő darab lesz ez, mivel hát a részleteit egész jól visszaadja a LEGO, egész jó játékfunkciók is vannak benne, a minifigurák felhozatala hát nem a legjobb, de szerintem azért elmegy, és még a tetejére attól függetlenül, hogy ez egy játékra tervezett darab, azért kiállítás szempontjából is megállja a helyét. Nos, srácok, hát ez volt a 75292-es Razor Crest készletnek a bemutatója. Ha tetszett a videó, akkor ezt mindenféleképpen lájkkal jelezzétek. Ha még nem vagytok feliratkozva és szeretitek a LEGO tartalmakat, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, hiszen hetente többször is jelentkezek legfrissebb LEGO anyagokkal. Mindenféleképpen találkozunk a következő adásba, ami szerintem a szokásos heti LEGO hírek lesz. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Yeah!